És akkor a Jobbik frakció vezető helyettese az első vendégünk, Lukács László György. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, reggelt, reggelt kívánok! A jegyzeteimet nézegetem, de még mielőtt ugye a karcagi rendőrkapitány ügyére rákérdezünk, maradjunk itt első körben annál, amivel itt befejeztük a beszélgetést, azért nem baj, hogyha reagálná erre mondjuk a Jobbik mai vendége. Erre a felmérés, amit egyébként tíz országban végeztek el. Így van. Nagyon sokáig Magyarországon ugye a roma ellenesség volt az, ami vezette torony magasan ugye az ilyenkor megkezdett embereknek a véleményét. Most állítólag, de ezt te tudod jobban, a muszlim ellenség. A jobbikot ugye klasszikusan korábban nagyon sokszor érte az a vád, hogy élen jár a roma ellenségben. A magyar kormányjal kapcsolatban pedig a mai napig az egyik legjelentősebb kritika népcsoportok teljes egyben, úgymond masszaként kezelése, például a muszlimok és a bevándorlás azonosításával. Mi erről az ön véleménye? Ez a véleményem, és ez személyes vélemény, hogy bármikor, amikor egy kommunikáció rendkívül le van egyszerűsítve, és ennek a középpontjában bármilyen népcsoport, vagy bárki áll, általában csak a fele információ hangzik el róla, és a kevésbé cizellált információ azt eredményezi, hogy tévhitek, illetve olyan, olyan, kép alakul ki, ami hogyha társul például egy kampánya, vagy bármilyen fajta olyan kampányon, ami egy negatív tulajdonságot hangsúlyozza a népcsoportnak, de akár személynek is, akkor ez egy nagyon félrevezető eredményt fog hozni. ezt hát Magyarországon most már 2015 óta ugye a bevándorlás ellenes kampányban főként ugye a muszlim emberekkel szembeni ellenállás növekedett. Szerintem egy egy logikus végeredménye volt az, hogy egy csere történt ezen a területen. Én úgy gondolom, mindenfajta kirekesztő, vagy bármilyen fajta, akár fajra, vallásra, vallásra. Nem, nem hovatartozásra való, lekicsinlő, vagy azt kisebbítő hozzáállás, ez a mai társadalomban az egyáltalán nem elfogadható. Pláne úgy, hogy egyébként nekünk embereknek munkra kellene itt vigyázni, és egyébként sokkal fontosabb gondjaink is vannak, mint hogy egymást hogy nem szeretjük. Szerintem az, hogy egymást inkább hogy kell szeretni, vagy például a környezetet uh -huh. hogy kell úgy kezelni, vagy szeretni hogy mindannyiunk számára élhető legyen a Föld. Egy pillanatra megütött Jaj, a fülömet, bocsánat, nekem is. Csak, neked is megütött? Ugyanazt szerintem. Ugyanarra gondolunk? Igen. Szerintem ugye, ugye a, a nemi és igen. a... Igen. igen, a felsorolása ugye megfelelt a törvény felsorolásának, tiszteletreméltóan és egyenesen fogalmazott, de benne ö, volt a, a nemi hovatartozásra ö, való hát teljes elfogadás. Ö, ezzel azt akarja mondani, hogy a jobbiktól távol áll a homofóbia? Saját magamról beszélek. Egyébként szerintem minden normális embert és minden normális, normális a gondolkozó csoportoltával kell állni az, hogy bárkinek a valamilyen karakter alapján a, a velük való állást vagy gyűlöletet kihangsúlyozza. Uh, mond, továbbra is azt tudom mondani, valahogy egymással kell közös nevezőre jutni, ebben nem fér bele ez a fajta gyűlöletkeltés. Ön egyébként most ugye úgy szerepel itt nálunk tudja a stúdióban, mint a Jobbik frakció vezető helyettese. Uh, tulajdonképpen akkor magánemberként más gondol, mint mondjuk akár a pártja? A Jobbik soha nem gondolta erről azt, hogy bárkit is olyan módon lehetne kirekeszteni. Mi nagyon sok... Egykor sok... a Pride-ot szerették volna betiltani, tehát azért történelmileg a Jobbik nagy utat járt be ha most más gondolnak. Az a helyzet, hogy ugye a Pride-dal kapcsolatosan elég, mondjuk úgy, hogy az embereknek elég változatos a megítélése. Én azt továbbra is gondolom, hogy mindenkinek saját szabadsága az, hogy milyen személyes vallása, milyen, milyen szeretete van. Azt azonban, hogy ezt hol nyilvánítja ki, vagy miként nyilvánítja ki, azzal ő is tartozik társadalmi felelősséggel. A jobbiknak a korábbi álláspontja erre nyilvánult. Nekünk, nekem semmi bajom azzal, hogy bárki bármilyen módon másképp szeret, mint ahogy a társadalomnak a többsége. Az viszont fontos, hogy ezt nem kell mással, akár, hát nem azt mondom erőszakosan, de valamilyen módon ráerőltetetten a másikkal megismertetni. Mindenkinek azt ez azt a szó, sajn... hogy korábbi álláspontja, most is ez? Én Én nekem nekem töretlen az álláspontunk, igen, töretlen az álláspontom ezzel kapcsolatban. Uh. Jó. Karcag. Karcag. Köszönöm. Ez, <laughs> ez a finom és elegáns átvezetés. Most pedig már. Nem egy egyedi eset egyébként, tehát a vendégeinket nyilván a saját Köszönöm. témájukon túl, ugye a, a Napi más, így van, meg. többi témájáról is szoktuk kérdezni. Köszönöm. Hát a politikusoknak a dolga azért némiképpen azért ez is, hogy reagáljanak mindenre. No, karcagi eset. Volt ott egy rendőrkapitány, aki ki tudja, hogy miért, milyen indítatásból, de eldöntötte ugye azt, hogy differenciálni kellene a büntetéseket ez ki is derült, jó, le is váltották. Most, hogyha leváltották, miért akarja a jobbik egyébként elérni azt, hogy visszamenőleg vizsgálódjanak? Az a helyzet, hogy ugye ez a, az egész ügy, ami a tegnapi lemondással csúcsosodott ki, ugye korábban indult, és egy olyan tevékenységet, egy olyan régóta tartó gyakorlatot fedett fel, ami most már évek óta tartott. Tehát a karcegi kapitány, nem emlékszem pontosan, de szerintem legalább 5-6 éve kapitány a városban, és hogyha ha jól vesszük ki a szavait, és jól értelmezzük ezt a felvételt, akkor ez nem egy egyedi eset, nem az első eset volt az, hogy ő valamilyen szívességért cserébe, vagy valamilyen eré, eré, előnyért cserébe ő arra kérte a beosztottjait, hogy másképp cselekedjenek, mint ahogy ez a törvény betűben le van írva. Nyilvánvalóan a rendőrségnek van lehetősége arra, hogy bizonyos esetekben mérlegeljen, viszont ez a mérlegelés úgy gondolom, hogy saját belső indítatásból, illetve a jogszellemében kell, hogy megtörténjen, és nem azért, mert valakitől előnyt, jogtalan előnyt, vagy bármilyen fajta előnyt várnak el, vagy eleve ebben megállapodtak. Ebben ez a fő probléma. Éppen ezért kell visszamenőlegesen is vizsgálni azt, hogy történetet, ahhoz eset, ami most az egyik fideszes képviselővel, kórházigazgatóval történt. Ugye ebből indult az egész ügy, ez egy szabálytalan parkolás volt, tehát egy banális apró eset, aminek igazából nem is lett volna súlya. És hát a tisztelet az mindenképpen a bátraké, azok, akik ezt az ügyet elindították belülről, mert ez nem kívülről indult el, hanem azok a kollégák, akik megelégelték azt, hogy nem a jogszabály szerint járnak el, és sok esetben őket én úgy gondolom, hogy nem csak az a kár érte, hogy az emberek hogy tekintek rájuk, hanem az ő saját jogérzetük és a, a saját a hivatásukhoz való hozzáállásuk sérülhetett. De nagyon szépen köszönjük, szépen. hogy itt volt nálunk. Köszönjük, köszönjük szépen a beszélgetést.